Nagy sikerrel zárult a szlovákiai magyar táncház találkozó, mely idén újra Komáromban várta a néptánc és a népzene szerelmeseit. A Táncfórum, azaz a szlovákiai magyar néptáncosok szakmai szervezetének összes tagegyüttese részt vett ezen a nagyszabású tavaszi örömünnepen. Annyi bizonyos, hogy lesz folytatás, és az is biztos, hogy Komáromban. A Táncfórum 26 tagegyüttese, számos vendégcsoport, több mint 800 néptáncos, 8 táncoktató és szinte a teljes felvidéki magyar népzenei élvonal. Komárom másfél napra a felvidéki magyar folklór zarándok helyévé vált újra. Dunaszerdahelyről költözött vissza a fesztivál. Ez a két nap rendkívül változatos, sokszínű, fantasztikusak voltak a szebbnél szebb népviseletek, nagyon gyönyörűen játszott a mindegyik zenekar, úgyhogy én nagyon csodálatosan éreztem magamat, és boldog vagyok, hogy itt lehettem, és remélem, hogy ez most már évről évre így lesz. A felvidéki magyar néptánc fejedelemnek nevezett Takács András is eljött, pedig már több mint 90 éves. Sok ismerős van. Hát én már koromnál fogva elég régen kimaradtam belőle, de nagyon szívesen jöttem ide, mert ez lényegében a fiatalságom, meg az élethivatásom volt. András bácsi a leginkább annak örült, hogy nagyon sok a fiatal és a gyermek. Hál' Istennek azt kell mondjam, hogy megvan az utánpótlás. Igen, azt szoktam mondani, hogy sok gyerek táncol nálam is, meg szerte az országba felvidéken, mert ugye Magyarországra nem is beszélve, de nem elég. Én azt szoktam mondani, hogy nincs az a mennyiség, ami elegendő lenne. Minél többen táncoljunk. A szlovákiai magyarok táncház találkozójának az Egressy Béni Művelődési Központ volt a társszervezője. Ez egy ünnep. Ez egy minden évben egyszer van ilyen alkalom, amikor így összejönnek keletről nyugatra, és együtt vannak, együtt, közösségben. Boroznak, beszélgetnek, táncolnak, zenélnek. Ez egy ünnep mindenkinek, és minden évben ez az ünnep itt lesz megrendezve. Az eső azonban nem mosta el a fesztivált. Május van, tavaszi fesztivál, tehát aki ide kilátogat, azért láttam, hogy mindenki bekészült egy kis esernyővel, ettől egy kicsit féltünk, hogy el nem mossa a fesztivált a rossz idő, de én azt gondolom, hogy a többi, a hangulat, az emberek, a gyerekektől kezdve, az idősekig itt mindenki szerintem megtalálja magának kedvéhez való programot. A kicsik örömére előkerültek a népi fajátékok is. 2-1-1! Sokan voltak kíváncsiak a fonogram és harmónia díjas Korpás Éva koncertjére is. Nekem nagyon fontos az, hogy interaktív legyen a koncert, táncoljunk együtt, énekeljünk, és hogy vigyenek haza egy olyan élményt, ami maradandó számukra egész életükben. A történelmi Komárom belvárosába újra visszatért a 70-es-80-as évek hangulata. Míg a Tiszti Pavilon udvarában táncbemutatók és koncertek zajlottak, a díszteremben táncokat tanulhattak a résztvevők. Nagyon jó itt a hangulat, nagyon sok a táncos, nagyon jó táncokat tanulhatunk, akár kézműveskedhetünk, abban személy szerint én azt próbáltam ki. Máma, a bukovinai táncot táncoltuk. A bukovinai székelyek országos szervezetének elnöke is otthon érezte magát a közösségben. Nagy családként újra erősödünk a saját közösségünkön belül is, de ezt az érzést, amit itt tapasztalunk, hát mind otthon. Tehát itt ezt az érzést éljük meg, és hát ez természetesen hosszú ideig úgy gondolom erősít és lelkesít minket arra a munkára, amit végeznünk kell. A szlovákiai magyar táncház találkozó mindkét napját kivilágos virradatig tartó táncház zárta.